Ez a sok kincs. Wow. Oh my, I almost forgot. Majdnem elfelejtettem. A kincs. Yes, we are rich. Gazdagok vagyunk. Treasure is stolen property. Elloptuk ezt. To develop a conscience, doctor. Kincset. Personally, I don't care, but I think he might want his. Oh, Spyro! Nem engedi, hogy elraboljuk. Drága köveket. Látod azt? Always Spyro! Ne! Eltűnt! Oh! Spyro kincsei. Hát ezt nem bántjuk. Ő gyűjtötte össze. Ezt tetszett. Jó kis easter egg. Gondolom nem kell bemutatnom a sárkányt nektek. Még egy checkpoint. Mi lesz itt? Na, az oszlop megül. Azt hittem előugrik valaki. De semmi nincs, csak egy hatalmas hosszú folyosó. Ilyen furcsa függönyökkel, amik nem is függönyök. Aha, itt van még egy lezárt ajtó. Na gyerünk. Mutasd magad! Mentési pont. És a trónszoba. Két hatalmas trónna. Well. Apparently you two little rascals have been very busy since the last we saw each other. Busy finding a way to meet you again. Your failed experiment sent two innocent parents to the 10th dimension. The severe reversal radioactive conditions here sharpened our skills and warped our fragile eggshell minds. Ingredients are a classic recipe in the evil villain cookbook. Hee hee! You see, Pops, when it comes to evil scientific prowess, we learned from the best. True. Now, playtime is over! Victor, Moritz, back in your cage, you naughty boys! What am I doing? Curse my regimented upbringing! That's it, Cortex! You wanna make up for lost time and play with your pets? So be it. Oké. Okay. Oh, akkor játszunk egyet. A házi állatokkal, mi? Minával kezdjük. Oké. Okay. Hatalmas pókkal látod, hogy mi lett ebből? Hol van a gyenge pont? Hát a gyenge pontról majd később beszélünk. Először. Le kellene győzni minket. Lőni fog, vagy? Ja, csak mi ez a csillaga, hogy? Mi ez a csillaga új? Hát, semmi, ezek szerint. Tudom, valahol fel lehetne kapaszkodni, vagy karját kell használni? Lehet csak le kell győzni a... Wow! Ja, várj csak, itt láttam egyet. Az. Aha. Jó. Fel se tűnt. De ide fel lehetett mászni. Másik oldal. Aha. Jó, jó. És akkor egy életét le is vettük valahogy, mert 2-4 darab van még. Hát nehezen vettem észre, de most már látom, mi a feladat. Úgyhogy teljesítsük. Verünk. Ez. Másik oldalra. Ez is megvan. Óhóhó. Azért jönnek. Siessünk. Hú. Hát milyen csapásai vannak még. Ja, mászunk föl. Az a tűz már nem ér el minket. Hú. Jó. És ez az utolsó élete. Akkor elvileg. Legyőztük. Vagy csak Ninával fejeztük be a dolgunkat. Cortex. Na, ott a fegyver. Gyerünk, Cortex. Újabb 4 élet. Lövöldözik ránk. Wow. Én visszalövök. Hát ez nem sokat segít. Viszont ha odafordulok, akkor ott becélozza.
Ah, és le is győzött. Oké, hadd lőjön azzal, utána pedig a lézerrel lő egyet. És ennyi. Ennyit tud. Két fegyverével lő minket. De a második lövés olyan, hogy az ilyen térre ható, tehát közelében nem szabad lenni. Most lövök párat, és utána megyek tovább. Nem szabad megállni. Túl sokáig. De így néhány lövést be tudok vinni neki. Lassan. De biztosan. Szerintem menni fog ez. Ja. Nem tudom, majd a másik. A másik fegyverét is ugyanígy le kell lesz, vagy elég csak az egyet lelőni. Jó, hát az most már nem megy lentebb az élete, vagy pedig még célozza. Mennyit lejjük még abba? Ah, nem már elkapott. Szomorú. Megint van végtelen le, viszont. Már csak. Megpróbálok erre haladni, ehhez mit szól a játék. Már csak. Lő egyet. Aha. Oké. Másikat is tudom sebezni. Sőt, azt úgy érzem kicsivel könnyebb, hogyha szembe futok vele. Még működik is. Így. Aha. Az a baj, ez az... Félek, hogy utolér ez a csapás. De előbb is majdnem utolér. Jó. Ez az. Jó, nem csak az maradt. Nem csak most már gyakrabban lő. De az nem olyan halálos. Ó, le is lőttük. Jó. Csak annyi kellett akkor. Ne! A Mecha Bandicoot. Crash Bandicoot-tel. Jéj! Az első boss. Na jó. Ura. Jaj, meg kardozik. Vagy heggezt inkább. És én mit tudok? Én is tudok lőni. Négyzettel azaz. Aha, rakéták. Meg én is tudok oda csapni. Nem, a kör az nem csinál semmi. Oda üt egyet. Ja, de vissza. Aha, szóval ez a védőpajzs azért kikihagy. Van olyan rés. Ki kellene használni. Csak az a baj, hiába van rés, ha nem tudok úgy becélozni. Wow, vagy mégiscsak sikerül. Oké, lejjelent kettő élete is. Én is tudok ugrani. Bár nem nagyot. Azért szerintem pont elég. Na, bepattan. Nem. Nem pattant úgy, ahogy kellett volna. Az a kard, az elég veszélyes. Csak jó voltosan. Össze-vissza forog ez a pajzs. Nem is tudom, hogy mikor tudnak lejönni. De azért, aha, néha eltalálom. És csak annyi kell, hiszen már csak egy élete van. Na, ó, lábok között mentél! Nem már! Most egy lövés. Nagyon gyorsan mozog ez a pajzs. Félek megállni. Na, hogy... Nem igaz, hát... Hát oda belejöttem neki. Na! Ez az eltalálta! Kettő vágj! Ja! Durván végeztünk vele. És már is menekülnek. Roast chicken? Well,
this is one heck of an ending. You know, Crash, for all these years I've been wrong about you. Your creation was a mistake, and your existence has been a constant reminder of that mistake. But I've learned something from all of this. I've learned that you can't run away from your mistakes, but you can bury them! I never want to see your ridiculous face again! És a tánccal lett vége a Crash Twinsanity-nek. Hú, ez aztán kaland volt, és egy kiváló játék, úgy gondolom. Remélem tetszett nektek is ez a végigjátszás, hát itt a vége, viszont szerintem még majd visszakerülünk a játékba, és megnézzük, hogy mit oldottunk fel, a 100%-ot elértük-e. Köszönjük meg a játék készítőinek, hogy létrejöhetett ez. Hát én nagyon szerettem volna egy folytatás, de úgy tűnik, hogy nem lesz folytatás, habár lehet, hogy a Crash Insane Trilogy sikere után valamiféle folytatás vagy remaster lehet, hogy ebből is lesz. Kíváncsian várom, hogy hogyan folytatódik a Crash játékok további élete. Viszont van még egy PlayStation 2-es videójáték, a Crash Tag Team Racing, amit végig fogok játszani, úgyhogy a top 5 videó után, amit ebből a játékból készítek, azzal fogom folytatni a Crash Bandicoot végigjátszásaimat. Találkozunk legközelebb!
Szóval ide rakott ki a játék az Iceberg Labre. Hát gondolom nem változott semmi, csak annyi, hogy 100%-ra teljesítettük a játékot. Megnézhetjük újra az összes pályát. Itt van mindegyik gyönyörű szépen csillog villog, hiszen megvan az összes drágakő. És ezeket már mutattam, az ilyen extrákat, de ott van alul egy, amit feloldottunk, a 100%. Na nézzük, hogy ez mit értünk el, hogy megvan a 100%. Ennyit. Wow! Hát ez oké. Okay. Hát ez érdekes jutalom volt. Semmi tízi játék, vagy valami. Hát jó, nem baj. Azért ez is érdekes volt, hogy olyanokat is csináltak. Szóval akkor, ahogy mondtam, kész vagyunk ezzel a Crash Bandicoot-tal. Egy top 5 videó lesz még, vagy melyik 5 pálya volt nekem a kedvencem. És akkor utána folytatjuk az utolsó PlayStation 2-es Crash Bandicoot játékkal, a Tag Team Racing-gel. Találkozunk legközelebb!